Nagy lendülettel halad a tatai utánpótlás versenysport fejlesztése. Ez bizonyítja a díjazottak hosszú névsora is. A helyi kiváló eredményeket elért sportolókat tegnap délután Tataváros önkormányzata is megjutalmazta a hagyományos februári sportdíját adó ünnepség keretében. A város az idén több mint 300 sportoló, edző és sportvezető munkáját ismerte el. 20. alkalommal adjuk át Tataváros elismerését azoknak a sportolóknak, akik a tavalyi esztendőben derekassan teljesítettek. Nagy-nagy köszönet a sportvezetőknek, a sportolóknak, maguknak, a fiataloknak, meg az örökifjaknak természetesen, hiszen néhányan vannak mindig a díjazottak között, akik már idősebbek. Köszönet mindazoknak, akik ebben a körben dolgoznak, és köszönet, nagyon nagy köszönet a szülőknek, akik hála Istennek idei esztendőben is nagyon sokan segítették azt a munkát, amely a sportolóink ilyen fantasztikus eredmény elérését segítette. A cél az lenne, hogy ezt az arányt, ezt a 4000-es létszámot tovább növeljük. Nagy köszönet azoknak, akik újabb és újabb sportágakat hoznak be a városba. Így nagy öröm az, hogy a röplabda nagyon komolyan elindult a fejlődés útján. Strandröplabdával együtt szeretnénk ebből egy olyan tatai medence csapatot létrehozni, amely tovább hasítana ezen a történeten, és a másik lehetőségünk pedig az, hogy a triatlon is, ami megjelent a városba, az Ironman, tehát az a fajta triatlon kemény sportág is újabb követőkre találjon, de a hagyományos sportágak, amelyek Tatát jellemzik, jó lenne, hogyha tovább erősödnek, úgyhogy én nagyon-nagyon biztatok minden kedves szülőt, hogy vágyakozzon arra, hogy itt a sportcsarnokba jövőre az ő gyermekét is kitüntethessük. Ehhez az kell, hogy keményen dolgozzon, edzen és induljon el jó versenyeken. A tatai fiatalok évek óta rendszeresen kiváló eredményekkel szerepelnek a diákolimpiákon, így mindenképpen megérdemlik a köszöntést. A sportoló szerintem annak örül, hogy egyrészt jól felkészül egy versenyre, aztán utána, hogyha jó eredményt ér el, megveri a másikat, vagy mondjuk nyer egy-két mérkőzést, és utána az elismerések. Tehát azért iskolai környezetben én nekem nem volt szerencsém ekkora publikum előtt mondjuk díjakat átvenni, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép dolog a sportolók irányába. A diákolimpiák népszerűségét a számok is mutatják, hiszen a Magyar Diáksport Szövetség évente 8000 eseményt szervez több mint 200 000 tanuló részvételével, ami azt jelenti, hogy a diákolimpia a legnagyobb tanulmányi verseny ma Magyarországon.